Ahogy arról már a héten is beszámoltunk, az álom valósággá vált, a Liverpool leigazolta Szoboszlai Dominikot. A hatszoros bajnokok ligája győztes csapat 70 millió eurót fizetett a magyar középpályásért, amellyel a klub történetének harmadik legdrágább játékosa lett, magyar labdarúgóért pedig soha nem fizettek még ekkora összeget. Szoboszlai a szerződés aláírása után hazautazott, hogy jobban megismerhessük a sikerének történetét. Így érkezett meg Szoboszlai Dominik a budapesti sajtótájékoztatóra, ahol a nagyközönségnek is beszámolt az elmúlt napok izgalmairól. Az elmúlt 3-4 napom az elég húzós volt, nem volt egyszerű, sok vizsgálaton estem át, volt egy médianapom, pár házat megnéztük, ahova szerettem volna költözni, de ahogy visszamentem, folytatjuk ugyanezeket, amiket még el kell intézni a dolgokat. Időközben új edzőjével, Jürgen Kloppal szintén volt alkalma beszélnie. A Liverpool menedzsere egyébként úgy fogalmazott, Szoboszlai leigazolásával nem csak a csapat jelene, de jövője is biztosítva van. A német tréner óriási fejlődési potenciált lát benne. Olyan edzője van a Liverpoolnak, aki egyrészt, hogy Németországból jön, és azt a futball filozófiát követi, nem követi, hanem gyakorlatilag viszi a világban előre, amiben Dominik felnőtt, úgyhogy a döntésünknek a hátterében ez volt az egyik legfontosabb faktor, hogy olyan helyre kerül, ahol ismerik az ő játékát, és ahol ő is ismeri a csapatnak a filozófiáját. A Liverpool a világ egyik legsikeresebb csapata. Hazájában 19-szer végzett a tabella élén, a Bajnokok Ligája trófeát pedig 6-szor emelhették magasba. Ide eljutni óriási siker és dicsőség. Sok alázattal, nagyon sok lemondással, nagyon nagy fanatizmussal, és ez nem csak az én részemről, hogy beletenni a munkát, hanem mint már nagyon sok fórumon is elmondtam, hogy Dominik részéről, szóval hiába kergettem volna én, hogyha ő azt mondja, hogy hagyjál már békén, mert akkor nincs értelme ennek az egésznek. Szoboszlai Dominik hamarosan utazik is vissza Liverpoolba, hogy megkezdje a felkészülést az angol együttessel. Először Németországba mennek edzőtáborba, majd Szingapúrba felkészülési meccseket játszani. Profi karrierem során minden évben nyertem valamit, és szeretném folytatni. 4 lehetőségünk van rá Angliába, úgyhogy reméljük, hogy abból egyet minimum, aztán majd meglátjuk, hogy a többivel mi lesz. Hogy a világ egyik legjobb csapata mennyire komolyan tervez vele, arról sokat elárul, hogy megkaphatta a korábbi legendás csapatkapitány Steven Gerrard által is viselt 8-as messzámot. Ez egy nagyon nagy büszkeség, nagyon nagy boldogság, hogy a Dominik a Salzburgon és a Lipcsén keresztül eljutott egy ilyen komoly klubhoz. Én azt gondolom, hogy minden egyes állomásra óriási szükség volt ahhoz, hogy a Dominik ott legyen, ahol most van, és arra a polcra kerüljön, ahova most tették. A Merseyparti csapat közösségi oldalait ellepték a Dominikkel kapcsolatos bejegyzések. Az egyik fotón, mintha egy magyar zászlót tartana a kezében, ezzel is üzenve a világnak. Spontán dolog volt, ugye a hazai mezünk az piros, az idegenbeli az meg zöld-fehér, és ott fogtam egybe a kettőt, és így valamelyik médiás srácnak ott eszébe jutott, hát ez egy magyar zászló, hogy rakjuk össze, és akkor így gondolták, hogy akkor csináljuk. Először olasz volt, azt kicseréltük. A Liverpool augusztus 13-án kezdi meg a bajnoki szereplését, elsőnek a Chelsea csapatához látogatnak. Dominik majd itt bizonyíthat először tétmérkőzésen.